Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, merre megy az ingatlanpiac 2022-ben, vagyis az ingatlan árak elérték a csúcsot. Én írtam az Ingatlanos Álmok könyveket, enyém az Ingatlanos Álmok klub, és itt most alattam, iratkozz fel a hírlevelemre, illetve írd le, hogy igen vagy nem. Tehát elértek a csúcsra az ingatlan árak, igen vagy nem. Ezt írd meg egy kommentben, erre kíváncsi vagyok, tényleg kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy elérték, nem érték-e, a te véleményed mi? Én azt mondom, hogy különböző hitelekkel ezt még lehet még tovább nyomni, tehát le tudnak nyúlni azért abba a körbe is, akinek már szerintem nem szabadna hitelt adni, de szerintem fognak, lásd a 2008-at is, hogy ott ugye olyan emberek is vettek fel hitelt, akinek szerintem már pénzt sem, még képen se szabadna pénzt megmutatni, illetve olyan emberek is ajánlottak hitelt, akik azelőtt mondjuk úgy, hogy pincérek voltak, fodrászok, tehát oké, tehát érted, hogy nem pénzügyi végzettség, hanem egy gyors talpoló, és akkor amikor már ilyen emberek is tudnak egyébként hitelt ajánlani, akkor legyen résem, mert akkor mindenki hitelt toll le torkodon, és tehát mindenki hitelt akar felvenni, mert akkor tudnak átképezni bizonyos embereket, meg ilyen széles körbe, amikor hatalmas az igény, csak vegyétek, vigyétek, aztán kész, jó? Úgyhogy úgy gondolom, hogy különböző hitelkonstrukciókkal még lehet tolni ezen a dolgon, de én ebbe olyan túl sokat már személy szerint nem látok. Tehát az, amit én mondtam, ezt tartom egy 2-3 éven belül, itt én egy elég nagy zuhanásra számítanék. Egy picit nyilván még lehet korrigálni, lehet még emelkedni is, de én mindenképpen legjobb esetben is én személy szerint stagnálásra számítanék, tehát én már a túl nagy emelkedésre nem számítanék. Tudom, hogy még vannak különböző hitelkonstrukciók a tarsolyban, de én úgy gondolom, hogy itt a kormányunk most már lassan azzal lesz elfoglalva bármelyik, hogy a választások után, hogy ezzel a hitelmoratóriummal, hogy mit kezd, mert valamit ezzel szerintem kezdeni kell, ezt sem lehet a végtelenségig fenntartani. Ha viszont megöntik a piacot, akkor én nem gondolom, hogy tehát lesz egy csomó üres lakás, maradjunk ennyibe. Még ha valamilyen konstrukcióval azok az emberek tudnak majd bérelni, vagy visszabérelni ingatlant, akár a saját ingatlanokat, akkor sem látok itt árfelhajtó szerepet. Egy bérleti piac felhajtó szerepet azt látok. Tehát az, hogy a bérleti díjak emelkedni fognak, én megmondom őszintén, én azt látom. De azt, hogy itt az ingatlanárak olyan nagy rallyt folytatnák, nyilván hitelek segítségével, én ezt megmondom őszintén, már nem látom, de tényleg kíváncsiak a véleményedre, és írd meg most itt alattam, hogy te számítasz még emelkedésre, vagy nem. Nincs rossz válasz, jó? Tehát ezt tényleg gondolok, hogy ezt nem tudom, nem látok bele egyik kormánynak sem a tarsolyába, hogy ő milyen intézkedéseket fog tenni, de ettől függetlenül a moratórium miatt gondolom én azt, hogy inkább itt a bérleti piac emelkedik és erősödik, illetve az a minimálbér emelkedés miatt is, mert tehát az ingatlan árat és az építőipart, hát ha jól tudom, ez a kedvezményes sáfa, most nem tudom, esetleg írjátok meg tényleg, mert ez most nem tiszta, hogy talán 2022 év végéig van talán, ha jól tudom, ha jól emlékszem, azt tényleg nem néztem utána, nem tudom. Tehát itt valaminek történni kell, tehát ezeket nehéz fenntartani a végtelenségig, és gondolj bele, hogy az állam is azért mekkora pénztől esik el, hogyha 5%-os az áfa neki, egy olyan piacon, ahol egy hatalmas ralli van, a 27% helyett, de ez a 27% nyilván túlzás szerintem, mint áfa, de hogy akkor a hatalmas különbség neki ez bevételbe. Csak gondolj bele, hogy ez micsoda bevétel kiesés neki. Én nem gondolom, hogyha lassul a piac, egy világgazdasági lassulás várható, hogy ők olyan húzamosabb ideig ekkora nagy, úgymond állami bevétel is olyan könnyedén le tudnak mondani. Jó? Tehát én több minden látok azt, hogy én szerintem az eléggé csúcs közelben vannak. Én itt már, ahogy mondtam, én inkább eladnék, mint vennék, ezt tartom is, viszont még drágábban tudok bérbe adni ingatlant, ez viszont engem feldob. És itt van az, amit én szoktam mondani, az előző videómban is mondtam, az ingatlan piacnak, tőzsdepiacnak, bármilyen piacnak, te akkor tudsz a nyertese lenni, ha ott vagy a piacon, nem kibeugrászol az egyikbe, hol a másikba, hogy most ezt veszek, most tőzs, de most államkötvény, most akkor megint ingatlan, és kibeugrabugrálok, hogy majd itt jobb lesz, hanem nem. Szépen kitartóan veszed az ingatlant, eladod az ingatlant, bérbe adod az ingatlant, akkor ott vagy az ingatlan piacon, akkor tudsz a nyertese lenni. Tehát olyan dolognak nem tudsz a nyertese lenni, ahova hát holnap valahogy beszállok, aztán majd meglátjuk. Tehát igazából ez ilyen kibeugrálás. És mikor száll be az emberek zöme az ingatlan piacra?
amikor a csúcson vannak az árak. Mikor hallasz egy átlag háziasszony a tőzsdéről? Amikor megint csak a csúcson vannak az árak, igaz? Mert akkor hallasz róla. Egyébként hol hallaná róla? Venni akkor kell, amikor már megint szar lesz, sírdogál mindenki. Lásd 2008-tól 12-ig, vagy 13-ig, és utána kezdtek el felfelé menni megint az ingatlan árak. Én most egy hasonlót várnék, megmondom őszintén, nem azonnal, hogy itt aztán beszakad minden és stb., de egy hasonlót várnék, hogy szépen lassan ott az árak, az ingatlan árak is szerintem elkezdenek lefelé menni, és lesz itt sírás-rivás. Nagyon nehéz megjósolni itt a munkanélküliséget, mert ugye inkább munkaerő hiány van most már Magyarországon is, a jó szakemberből mindenképpen. Viszont akiknél egy átalakulás várható, mondjuk úgy, hogy a biorobotok, tehát akik mennek három műszakba és ide-oda rakosgatnak, mert meghúznak valamit, mondjuk egy csavart, egy akármin, tehát ez a piac nagyon könnyen az utcára kerülhet. Azt is azért szerintem én úgy gondolom, hogy hosszabb távon ezt látni kell, úgyhogy ott is majd lesz hatása az ingatlan piacra. Meg ha ténylegesen megnézitek az autóipart, hogy elektromos autó, hogy átállunk 2030-ig, gondolom szépen fokozatosan, de az is mit eredményez, hogy teljesen nem biorobotok kellenek, hanem inkább mérnökök kellenek majd oda is, jó részt. Tehát sokkal kevesebb ember kell, ez a másik oldala. És szépen lassan én egy csökkenő tendenciát látok, hosszú távon mindenképpen. Jó? Aztán meglátjuk, hogy igazam lesz-e vagy nem, mert a videóimat ugye fent szoktam hagyni, és hát kiderül. Később majd visszanézzük egy pár év múlva, jó? Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél, iratkozz fel a hírlevelemre, és tényleg írd meg, hogy elérték az ingatlan árak a csúcsot, vagy nem. Csak egy igen és egy nemet várnék, és egy egész jó mintavétel is lehet akár neked is, ha visszanézed a videót is később, hogy hány ember szavazott erre, hány arra, és tényleg kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogy látjátok, jó? Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél, szia!